A több Tolna megyei városból érkező, játékosokból álló Bonyhádi U20-as csapatból a legügyesebbek már nem csak együtt edzenek az NB1B-s felnőtt csapattal, hanem a második vonal meccsein a felnőtt csapatban is bemutatkozhattak. Csobán Dávid után a már Pakson élő, de bonyhádi születésű, ide kötődő Varga Edvin is megmutathatta a kosárlabda való rátermettségét. Aki úgy edz és úgy dolgozik, hogy jövőre még több lehetőséghez jusson a bonyhádi felnőtt együttesben. A közeljövő irányító bedobója formálódik az itteni műhelyben hétről hétre. Másodikos koromban 8 évesen kezdtem kosárlabdát, és előtte dzsúdoztam, de amint elkezdtem, egyből beleszerettem ebbe a játékba. Szeretem a csapatjátékot, mert így jó barátságok is ki tudnak alakulni. A triplák és más szép megoldások az öreg fiúk elleni bemutató mérkőzésen is jöttek Varga Edvintől. Ma sikerült egy nagyon jó napot kifognom, és igazából mondják, az edzők is néha meg szoktak dicsérni, hogy jó kezem van, és ez csak motivál, és még több edzés. Nagyon sokat dolgot belefektetek, energiát az edzésbe mostanában. Hétköznapokon Morgan Frigyes, az, aki Pakson is, Bonyhádon is egyaránt dolgozik velem, és nagyon szépen köszönöm a segítségét. A másik a Rutkai Péter, másod edző, meg Bonyhádi úszas edző, és még Hornyák István, paksi személyedző, aki nagyon sokat segít nekem. Bánja, hogy kisgyerekként nem a kosárlabdát választotta, hanem egy jó ideig cselgáncsozott, de úgy érzi, még időben talált rá a neki való sportágra, a kosárlabdára. Fizikalitás, meg a dobást is tudnám azért fejleszteni, és ezért még most nyáron sokat fog dolgozni, hogy minél közelebb álljak ez a NB1B csoporthoz.